Új, régvárt gyalogátkelőhely, energetikai korszerűsítések és új emlékművek Galgahévízen. A jelenlegi és tervezett fejlesztésekről Vanó Andrást, a település polgármesterét kérdeztük. Hát az elmúlt években elég sok fejlesztést hajtottunk végre. 2011-től kezdődtek az energetikai felújítások művelődési ház polgármesteri hivatal. Az elmúlt időszakban adtunk be pályázatot újra energetikára. Ennek még nem tudjuk az eredményét, várjuk, hogy nyerte pályázatunk legyen, és el tudjuk azt a munkát is kezdeni. Az energetikai pályázattal kapcsolatosan azt kell tudni, hogy a Csemetekert óvodánk teljesen meg fog újulni például, külső sziget, és kap nyílászáró cserével, részleges tetőcserével, ahová napkollektorok fognak felkerülni, és így lesz ez az egészségháznál és az orvosi rendelőnél is. A mostani fejlesztésekbe és ezek közé sorolhatjuk a gyalogátkelőhely elkészülését, amit már a galgahévíziek több éven keresztül próbáltak elérni. Nem sikerült, most sikerült a közútkezelővel egyeztetnünk, és így megvalósulhat végre az, hogy Galgahévízen is lesz hivatalos közútáltal engedélyezett gyalogátkelőhelyünk. Hát természetesen úgy, mint bármi más és más helyszínen történő gyalogátkelő helynél, meg kell lenni a korszerű megvilágításnak, a megfelelő belátási szögöknek, meg kell csinálni a szélességét, meg kell csinálni azt, hogy milyen gyalogosok és milyen bicikli forgalommal lehet ráfordulni, hogyan lehet csatlakoztatni gyalogátkelő hely zebra, gyalogátkelő hely és intézmény közötti területi részeket. Mivel a gyalogátkelő hely saját erőből készül az önkormányzat költségvetéséből, így úgy gondoltuk, hogy nem csak magát a gyalogátkelő helyet, hanem a rávezetésnél megcsináljuk azokat a bejáratokat és gyalogátkelőket is, és járdákat, amik a polgármesteri hivatal előtt helyezkednek el, így rávezetése lesz az iskolára, a templomunkra, a művelődési háza, óvodára, postára. Mellette természetesen már egyúttal akkor a vízelvezetést is megoldjuk, így megoldódik a falu közepén lévő vízelvezetési gond is. A Gulág Emlékbizottság a 70 évvel ezelőtt a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve alkalmából pályázatot írt ki, többek között emléktáblák és emlékművek kihelyezésének támogatására. Erre a célra Galgahévíz önkormányzata sikeres pályázatának köszönhetően 500 ezer forint támogatást nyert. Én úgy gondolom, hogy a pályázati figyelés alapja az, hogy minden egyes pályázatot, amit csak lehet, azt megpályázunk és próbáljunk is megnyerni. Így lett lehetőség arra, hogy először egy gulág pályázatot nyertünk, aminek az emlékműve hamarosan felállításra kerül és elhelyezése az első és második világháború szoborcsoport mellett lesz, majd pedig a 48-as Skopje-fa oszlopot állítjuk föl, hogy március 15-én méltóhelyen tudjuk ünnepelni ugye a szabadságharcnak az évfordulóját. A gulág pályázatunkat egy boldogi mester fogja elkészíteni, ez egy emléktábla lesz, amin szerepeltetjük, hogy sajnálatos módon Galgahévíz községből is lettek elhurcoltak munkatáborosok. Ők lesznek ezen föltüntetve, darabszámra, főszámra, a nevük nem lesz megemlítve. Mellette elhelyezkedő kopjafát, amit a márciusi forradalom szabadságharc emlékére állítunk, a Szilágyi Dezső fafaragó művész fogja elkészíteni, ennek a felállítása is márciusban fog megtörténni. Ezen kívül figyeltük a pályázatokat, és mivel a 60 éves 56-os szabadságharc és forradalomnak az emlékével volt, a büszkeségpont pályázaton is sikerült 5 millió forintot elnyernünk, aminek az elkészülésére a napokba kerül sor szerződéskötésre, és tavaszon március 30-áig kell befejezni. Ezt az óvodával szemben lévő területen, üres területen fogjuk felállítani. Egy család elköltözése, sajnálatos módon való eltávozása van megkomponálva a szoborcsoportba egy régi eredeti parasztháznak a szemöldök fal része mellett. Az 56-os pályázattal kapcsolatosan az elképzelés az volt, hogy egy galgahévízi családot mintázzunk meg, aki elköszön a férjétől, aki elindul munkába, és nem érkezik haza Galgahévízre. Aztán a szobrászművésszel közösen kitaláltuk, hogy nem biztos, hogy csak ennyit kéne megmutatnunk, azt is meg kell mutatnunk, hogy vannak olyan családok is, akik elköltöztek, és el kellett menniük Magyarországról, el kellett hagyni az országukat, pontosan a
forradalom miatt. Így egyértelművé vált, hogy a család kompozíciója megmarad, de egyben mutatjuk azt is, hogy el is költözik a család, még akkor is, hogyha nekünk Galgahévízen van összefüggésünk 56-tal, hiszen Pintér János nevezetű férfi férj elment Budapestre dolgozni, és sajnos vérét ontotta a forradalom alatt. Ezen kívül EBR pályázatot figyelünk, ami a Belügyminisztérium és a Pénzügyminisztérium által kiírt pályázatok egyike. Ebbe van különböző célcsoportok. Mi általában az utakat lovagoljuk, hogy minden egyes utunkat aszfaltozni tudjuk Galgahévízen. Több éve próbálkozunk a Kossuth-Lajos utca és a Zrínyi utcának az aszfaltozásával. Hála a Jóistennek sikerült, és örömmel mondhatom, hogy a Kossuth-Lajos utcára megnyertük az aszfaltozás lehetőségét. Erre közel 12 millió forintot kaptunk, úgyhogy bízom benne, hogy a tavaszon elkészül a Kossuth-Lajos utca aszfaltozása. Tovább mennék a pályázatokkal, mert figyeljük, és itt az ősz, és itt van a Belügyminisztérium pályázata a fával kapcsolatosan, tűzifával kapcsolatosan. Nagyon nagy hír és örömhír a számunkra, hogy 1 400 000 forintba fogunk tudni fát kiosztani az arra rászorulóknak.